Áldás békesség! Ez itt az Ininix próbaadása. A cél az volt, hogy minden fontos iskolai eseményt megörökítsünk. Stábunk az elmúlt 3 hónapban mindenütt jelen volt és felvételeket készített. Láthatok összefoglalókat a november 25-i szalagavatóról, a karácsonyváró eseményekről, az adománygyűjtésről, az iskolai sport és kulturális versenyekről. Nálunk járt iskolánk fő támogatója, a British Telecommunications vállalat is. Az őszi-téli időszak legjelentősebb programja a szalagavató. A 12-esek szeptembertől készültek a nagy napra. Sok-sok egyeztetés, próba és filmforgatás után a Don Bosco sportközpontban tartottuk meg a vézősök szalagtűzőjét, mintegy 800 vendég előtt. Évek óta hagyomány, hogy a végzősök keringője nyitja meg az estét. Az idén a résztvevő 21 pár Kriston Kolosai Anikó tánctanárnő segítségével tanulta be a nyitó táncot. A jó hangulatú próbákat minden szerdán az Irinyi csarnokban tartották. A közönség soraiban ülő szülők, nagyszülők, testvérek, ismerősök az idén is gyönyörködhettek a kizárólag végzősökből álló táncosokban. Szerintem ez egy klub, úgyhogy a rombusz nem lehet. Hát, hogy a rombusz nem lehet, akkor fixen 0. Hát, de ez fixen 1-0, mert Csabáné tanított a matematika órán. Ne okoskodj rá! Hát, de ez 3 dimenzióban van, úgyhogy szerintem egyértelmű, egy 1-dimenziós derékszög. Hát, de mit mondasz? Én talán jobb bízom. November 15-én különleges eseményre került sor iskolánkban. Abból az alkalomban rendeztünk sajtótájékoztatót, hogy a Magyar British Telecom intézményünk partnercége több millió forint értékben adományozott iskolánknak irodai és közösségi bútorokat. Jó voltukból közösségi terein színes fotelekkel újultak meg, ülő garnitúrákkal rendeztük be az aulát. A tantermekben ma már van elegendő pakolóhely, az irodák bútorzatát lecseréltük. Köszönjük a BT-nek, ahogyan a korábbi tech balasztalokat és az évek óta tartó szakmai támogatást is. Az adományok között, a már említett,
ruhásszekrény, tolóhajtószekrény, öltözőszekrény, bújhozaszék, tárgyalószék, tárgyalóasztal, konyhaasztal, konyhaszék, bárasztal, bárszék, fotel, klubasztal és padok szerepeltek. Összesen, ha pontosan mondom a listát szerint, 635 darab pultal érkezett. Az adomány értéke pedig a beárazás szerint 3.738.000 forint. Ha azt tekintjük és azt vesszük, hogy minden hónapban szakemberei előadást tartanak a diákaink számára, ez egy nagyon nagy támogatás, de tárgyi támogatásba kaptunk laptopokat, amelyeket most a 163-as teremben használnak diákjaink, és kaptunk egy tégbalasztalt is, ami a jó időben szintén használható. Ha november, akkor nyílt napok. Az idén mintegy 400 vendég látogatott el iskolánkba az október 25-én, és november 8-án megrendezett nyílt napjainkra, azzal a céllal, hogy iskolánkban tanuljanak tovább. A résztvevők az aulában megtartott tájékoztató után 8 helyszínen ismerkedtek meg a tanított szakmákkal, a diák és a hitélettel. Az érdeklődőket idén a 11. ások kísérték végig az iskolán. A vegyészlaborok, a Palcsó tanár úr vezette közgazdaság is játék, és az elektronika bemutatók bizonyultak legnépszerűbbeknek, legalábbis az esemény végén kitöltött elégedettségi kérdőív alapján. 2023. január 21-én szombaton lezajlottak az írásbeli felvételi vizsgák, több mint 160 tanuló írta meg nálunk a tesztet. A jelentkezési határidő február 22. A november 13-ai Magyar Nyelv Napja alkalmából hagyományosan nyelvi vetélkedőt rendeztünk az iskola könyvtárában. A Magyar Nyelv Napja lehetőséget teremt arra, hogy évente egyszer a közfigyelem hivatalosan is ráirányuljon a szellemi kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar nyelvre. A résztvevő csapatok játékos feladatok megoldása során tettek tanúbizonyságot anyanyelvi ismereteikről. Legjobbnak a 10. D-osztály tagjaiból összeállított csapat bizonyult, a győztes csapat egyik tagját kérdeztük, elégedette a teljesítményükkel. Teljesen elégedett vagyok a csapattal, mind a három rajtam kívüli versenytag, csapattag jól szerepelt, és kihozta magából a legtöbbet. Van-e érzés, mely forróbban és sejtelmesebben megdobogtatja az emberi szívet, mint az ünnep és a várakozás izgalma? Írja Márai Sándor. Az év legszebb, legmeghittebb ünnepére iskolai körben is nagy odafigyeléssel készültünk. Az adventi időszak gyertyagyújtási alkalmait a 10. évfolyam előadásai színesítették. A 10. E, a 10. D, a C és a 10. A osztály készült osztályfőnökei segítségével a hétfői áhítatokra. Kollégistáink is színvonalas műsorral készültek az ünnepre, amit szűk körben adtak elő, illetve kórusunk ellátogatott a berentei idősek otthonába, és részt vett a felső barcikai gyertyagyújtáson is. Tekintsünk meg egy rövid összefoglalót a műsorokról. Én nagyon nagy örömmel néztem a műsort, nagyon jó volt látni azt, hogy mindenki abban, amihez ért, amihez tehetséges, amit szeret csinálni, és amit nagyon jól is tudtak csinálni, abban szállt bele, meg abban vett részt a műsorban. Jó volt látni azt, hogy a tanárok közül is sokan részt vettek, hogy a hitéleti munkaközösség tagjai is mind-mind valamit tettek hozzá, és így ünnepeltük, vagy hát így készültünk a karácsony ünneplésére.
Az üzenetet Jézus Krisztus megszületett, megváltozott a mutatom ő, világon tűnközítünk. És közelebb akar kerülni hozzánk, és én azt kívánom, hogy ne legyen vége. Az adventi időt nem csak karácsony megelőző 4 hétben, hanem a mi életünk minden napján. Égi vendégem fogadhatom ünneplő szívvel minden napon. Ha elindulok, hogy ő vezessen, hogy ő emeljen fel, ha elestem, adjon erőt, hisz én bennem nincsen. Keresztet, terhet boldogan vinnem. Szüntelen várom, őt keresem, nélküle árván, ínségesen. S vele minden nap találkozom. Kapok csendben, lelek szívben, hogy már nem lesz egyedül. Jót még akinek, a tiszta fényből lecsap. Az iskolánk nem csak magáért cselekszik, hanem mások jólétéért is. Az idei süteményvásáron összegyűjtött pénzt az iskolában tanuló hátrányos helyzetű diákokra fordítottuk. Mindegyik osztály próbált minél több és több pénzt összegyűjteni, de a legtöbbet a 9. D osztály gyűjtötte. Ezzel kapcsolatban kerestük meg osztályfőnöküket, mi volt a sikerük titka. Igazán semmilyen taktika nem volt benne. A 9. D osztálynak a szülők, a nagyszülők, sőt magukat, gyerekek is nekiálltak sütni. Hát szerencsénk volt, hogy vasárnap után ugye hétfőn árusítottunk, rengeteg süteményt hoztak, ugye az A és a B épületbe is sikerült árusítani, és ez egy csapatmunka. A csapat tagjainak így utólag is hálás köszönet, és mindenki átérezte az adományozásnak a fontossága. Nem csak a süteményvásáron segítettünk embereket, hanem a cipősdoboz akcióban is. Megkérdeztük az akcióval kapcsolatban Gádi Zoltán tanárurat, aki elmondta, minden osztály képviseltette magát a gyűjtésben. Ebben az adományozásban, hál' Istennek, azt lehet mondani, hogy minden osztály képviselteti magát. Van, akik egyénileg hozzák az ajándékokat, illetve el is mondják, hogy ezt úgy szeretnék, hogy a saját nevükben, vagy a szülők nevében, de nagyon sokszor kapjuk meg az osztályoktól a külön-külön összeállított ajándékcsomagokat. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ennek az intézménynek az összes tanulója és diákja valamilyen formában részt tud venni ebben az akcióban. Iskolánk életében egyre fontosabb szerepet játszik a sport. Röplabda csapatunk szoros megmérettetések után jutott el a diákolimpia döntőjére. A csapat Tóth Máté tanár úr vezetésével próbált helytállni az igen erős mezőnnyel szemben. A szoros mérkőzések után a 7. helyezést tudtuk megszerezni a tornán. A jövőbeli tervekről a csapat vezetőedzőjét kérdeztük. A jövőbeli terveink között szerepel, hogy nem csak fiúcsapattal, hanem lánycsapattal is képviseljük majd az iskolánkat a Diákolimpián és a Református Iskolák Sportszövetségének a kiírásában. Kedves nézőink, híradónk végéhez érkeztünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További hírekért látogassanak el iskolánk weboldalára és YouTube csatornájára. Áldás békesség!